Az egyik közösségi oldalon osztották meg ezeket a képeket vasárnap. Kótaj előtt dőlt az úttestre egy nagyméretű fa, amely teljes szélességében lezárta az utat, így megbénította a forgalmat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap szinte az egész országra kiadta a figyelmeztetést, majd az orkán erejű szél hatalmas pusztítást végzett országszerte. Vasárnap délutánig országosan mintegy 550 káreseményhez riasztották a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is akadt dolguk a szakembereknek, nem a kótai fa volt az egyetlen, ami kidőlt. Nyírteleken a Belegrád tanyán családi ház hullámpada fedését bontotta meg a szél, amelyet a nyíregyházi hivatásos tűzoltók kézi szerszámok segítségével rögzítettek. Nyíregyházán a Török Rózsa utcában elektromos vezetékre dőlt fa, amelyet a vezeték tartott. Az Izabella utcában az úttest és villanyvezeték felé dőlt meg fa. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a káreseteknél motoros lánc fűrésszel. Nyíregyházán a Huszár téren egy iroda zsindely tetejét bontotta meg a szél, amelyet a város hivatásos tűzoltói kézi szerszámok és dugólétre segítségével rögzítettek. Vasárnap közel 100 km/órás szél söpört végig az országon, de Siófokon 126 km/órát mutatott a szélmérő, a Jánoshegyen pedig 127 km/órát mértek. Ezért több vonalon is korlátozták a vonatok sebességét, még hétfőn is jelentős késésekkel kellett számolni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon. A felső vezeték helyreállítási munkálatok miatt előre láthatólag még kedden is 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az előrejelzések szerint szerdán a Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik a légmozgás, a Dunántúlon viharos széllökésekre is készülni kell. Pénteken még élénk, szombaton és vasárnap pedig újra erős széllökések várhatóak országszerte.